Érdekes látvány fogadja az M1-es autópálya bicskei szakaszán közlekedő autósokat. Egy világító torony. 500 kilométerre a legközelebbi tengerparttól, egy hegyoldalán. A torony büszke tulajdonosa Farbinger Tamás, aki évtizedeken át szolgált a magyar lobogó alatt, és az utolsó magyar tengerjáró hajó fedélzetéről az utolsó magyar rádiós tengerész tisztként lépett le. I am sailing home again, across the sea. I am sailing. 1968, mikor indult a tengerészet számomra. Színtévesztésből kifolyólag pincérnek vettek fel a tengerészethez. Első hajóm 1968-ban Hajdúszoboszló nevű. Az volt akkor a legnagyobb hajó, 1600 tonnás. A magyar tengerhajózásnak volt 22 darab tengerjáró hajója, már ebből nulla. Rabowski Róbert Farbi című filmjéből láthattak egy részletet. Második helyezést ért el az alkotásával a 7. Big Film Fesztiválon. Köszöntöm a Hegyvidék Televízió nézőit, Kultúrpont című műsorunkat látják. 2006-ban került először megrendezésre a Big Diák és Ifjúsági Filmfesztivál. Kezdetben még csak az újpesti diákok mutatkozhattak be munkáikkal. Az évek során azonban már országos megmérettetésé nőtte ki magát. Stúdiónk vendége a főszervező Dabi István, és az idei zsűri egyik tagja, Bicskei Lukács, magyar színész és rendező. Köszöntöm Önöket! Jó napot kívánok! Hogy jött a fesztivál ötlete? 2004-ben kerültem a Bródi Imre gimnáziumba mozgóképkultúra médiaismeret tanárnak, illetve videófilmkészítés tanárnak, és egy idő után arra gondoltam, hogy kevés az a bemutatkozási lehetőség, ami a tanárok felé zajlik a diákok részéről, illetve hát egymás felé, illetve hát a szülők felé, hogyha mutogatnak a diákok elkészült filmeket. Ezért arra gondoltam, hogy csinálnék egy, vagy megszerveznék egy nyilvános filmvetítést a diákoknak, amelyre bárki eljöhetne. Ebben partnerre találtam a helyi közösségi házban, az Endre Művelődési Központban, és ott megszerveztem 2006-ban az első nyilvános filmvetítést. Ugyanis akik videófilmkészítést tanulnak nálam, azoknak feladatai közé tartozik rövid filmek készítése. Tehát amiket esetleg meg lehet mutatni, be lehet mutatni. És arra gondoltam, mutassuk meg a nagy közönségnek. Tovább gondoltam ezt az ötletemet, és arra jutottam, hogy hát mivel ismerek egy-két filmes szakembert, hát meghívnám őket is, hogy véleményezzék a filmeket. Ekkor már tulajdonképpen egy mini filmfesztivál ötlete sejlett fel bennem, és akkor gondoltam, hogy hát akkor egy-két díjat is összedobhatnánk nekik, és összedobtunk egy-két díjat is, és díjaztuk tulajdonképpen a benevezett, vagy megjelent, vagy vetített filmeket. Egyébként megjegyzem, 33 nézőnk volt az első filmfesztiválon, és soha nem bírom ki, hogy ne említsem meg, hogy állítólag az első nyilvános filmvetítésen, ami ugye 1895-ben, amit rendeztek Lumière testvérek Párizsban, azon is 33 fizetőnéző volt, tudom mások szerint, bár ez ingyenes volt, még az első fesztiválunk. És hát így indult el. Ez ugye még a Bródi Imre gimnázium diákjainak a megmérettetése bemutatója volt, és aztán pedig, mivel úgy láttam, hogy ez nagyon sikeres volt a jelenlévők körében, illetve hát szájhagyomány útján terjedt ennek a sikere, ezért azt gondoltam, hogy a következő fesztivál legyen már kerületi szintű, mondjuk így. Akkor meghívtam a kerületi iskolákból is a diákokat, akik esetleg filmeket csinálnak, ugyanis ugye nem csak azok készítenek filmeket, akik ilyen iskolába vagy ilyen szakra járnak bárhova is. És aztán így tovább és tovább gyűrűzött, Budapesti lett ebből, aztán hát ide jutottunk, hogy most hát határon túli magyar filmfesztiválról beszélhetünk. Hát neveztek már Szingapurból idén például, de hát Erdélyből már neveznek rendszeresen, és Újvidékről is. Úgyhogy számokat tudunk-e, hogy hányan jelentkeznek erre a fesztiválra? Hát idei fesztiválra 117
110, nem emlékszem pontosan, 107 film érkezett, ebből egy erős zsűri után került be a versenyprogramba, hát körülbelül 60 film. És kettő kategóriát hirdetünk, eleinte ugye még csak diák kategória volt, ami azt jelentette, mivel hogy ugye gimnáziumban tanítottam, egy középiskolában, ezért azt gondoltam, hogy legyen ez a megmérettetése a diákoknak. Itt az volt a feltétel, hogy 19 éves korig nevezhettek, akik legfeljebb középfokú oktatási intézmény diákjai. Ez idén változott, idén bevezettük az ifjúsági kategóriát, mert úgy láttuk, hogy volna erre igény, és hát jelentkeznének olyanok is, vagy jelentkeztek eddig is olyanok, akik valamiért már nem fértek bele ebbe a kategóriába. Tehát vagy elmúltak már 19-20 évesek, vagy már nem diákjai valamely középfokú oktatási intézménynek. Ezért meghirdettük az ifjúsági kategóriát idén. És ti meg szerint meghatározzák-e, hogy mivel lehet jelentkezni? Nem, ez a mi fesztiválunknak egy nagyon fontos, szerintem, szellemisége és üzenete, tehát se téma, se műfaji megkötés nincs. Ezt azért tartom, mint főszervező fontosnak, mert azt gondolom, hogy itt olyan filmeket is beküldenek, amiket máshova nem tudnának küldeni. Ugyanis a legtöbb filmfesztiválnak én úgy látom, hogy van valami mottója, témája vagy műfaja esetleg, és oda, hogyha igyekeznek egyébként bepasszírozni filmeket oda, ezt nagyon jól tudom, amennyiben sikerül valamilyen úton, módon, valamilyen magyarázattal, akkor elküldik mondjuk arra az adott filmfesztiválra. Hogyha nem, akkor nem tudják. Viszont én azt látom, hogy nagyon sokan nem csak iskolai feladatokként csinálnak mozgóképeket, tehát filmeket, rövid vagy hosszabb filmeket, hanem önmaguknak vagy önmaguktól. Olyan témákról, olyan dolgokról, amik őket érdeklik. És ezek megmaradnak hát fiókban, mint ahogy a versekre is mondják, de így azt gondolom, hogy itt adunk lehetőséget arra, hogy azokat a filmeket is megmutassák, beküldjék, amiket egyszerűen máshova nem tudnak beküldeni, mert a témája nem felel meg, a műfaja nem felel meg. Egyetlen egy kitételünk van, hogy 10 percnél legyen hosszabb. Ennek is az az indoka vagy oka, vagy indoka tulajdonképpen, hogy azt látom, hogy fiataloknál még tulajdonképpen nincs szükség arra, és nem is tudnak még mondjuk egy másfél órás hosszú mozgóképet jól megfogalmazni. Tehát bőven elég az a 10, mondjuk 15, de mondjuk 10 perc is, hogy bizonyos dolgokat megpróbáljanak megfogalmazni. Így viszont a zsűrinek nincsen nehéz dolga, hogy nincsen kifejezett téma, amiben el lehet dönteni, hogy ki volt a legjobb, ki mutatta meg a legjobban? De így van, a zsűrinek nagyon-nagyon nehéz dolga van, tehát mivel ugye nincsen műfaj megkötés, se téma megkötés, tehát ugye hogyan lehet értékelni vagy összehasonlítani egy lazán leforgatott videoklipet valamilyen zenére, egy nehezebben rosszabbnak tűnő dokumentumfilmet, amely sok munkával készült. Hát igen, de hát itt ül mellettem Bicskei Lukács, aki a zsűrinek tulajdonképpen idén az elnöke volt, aki erről jobban tudna mesélni szerintem. Milyenek voltak az idei kisfilmek? Miket tud elmondani, mi volt a tapasztalat? Mi már ugye egy előzsűrizett mennyiséget kaptunk, ez is nagyon nagy mennyiség volt, ugye a diák kategóriában 22 körül volt, és ifjúsági kategóriában 29. Tehát, hogy elég nagy mennyiségű. Tudom, amikor a közös vetítést először csináltuk, akkor több órán keresztül ültünk benne a vetítőbe. Tehát én a kérdés ugye arról, hogy milyen volt az idei. Nagyon nehéz lenne hasonlítanom az előzőekhez, mert az előző fesztiválokon nem vettem részt. Dabi István az idei filmfesztiválra kért föl, hogy vállaljam el a zsűri elnöki posztot. De én csak annyit tudok mondani, hogy néztem ezeket a filmeket, és be voltam ájulva. De teljesen el voltam halma attól, hogy ezek a kölykök, ezek a fiatal filmesek, mert ugye ő belőlük, azt el is felejtettem nekik ott mondani az értékelésen, hogy tulajdonképpen ott ülnek köztetek a jövő filmesei. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor ez egy egészen fura helyzet. Ott, tudom én, most nem akarok külön neveket kiemelni, mármint a jelenlegi filmgyártásból, de azok a srácok, lányok ott ülnek, akik a jövőre, nem jövőre, hanem a jövőben filmeket fognak készíteni.
nekünk ide Magyarországra, a nemzetközi piacra, és őket fogjuk látni. De nagyon izgalmas, nagyon izgalmas, nagyon sokféle megvalósításában és gondolatiságában is nagyon sokféle filmet láthattunk. Mik azok a témák, amik foglalkoztatják a mai fiatalságot, amit így filmre visznek? Ugye a film nagyon, nagyon személyes dolog. Nagyon érdekes, ugye, mert azt mondjuk, hogy filmművészet. Ugye, és a művészet önmagában egy személyes dolog, ami mindig az alkotóból fogalmazódik meg, nyílik ki a világ felé, de ugye az alkotó meg befogadja a világot, és azáltal lesznek gondolatai bizonyos dolgokról, a világról. És mivel személyes, ezért nagyon-nagyon színes. Tehát én nem tudnék egy ilyen általános mondatot mondani arra, hogy mi foglalkoztatja a felnövekvő ifjú filmes generációt, vagy mi foglalkoztatja általában a fiatalokat, mert ha már a műfajokat tekintjük, akkor ugye a fikciós filmtől a dokumentumfilmen keresztül az egyéb animációs filmek különböző, például volt és nyert is az egyik film, ami egy ilyen tévés, hát nagyon nehéz, mit határoz, mi az a műfaj, tehát ilyen tévés műfajt csinált, mivel hogy nincsenek korlátok ebben a dologban, ezért gyakorlatilag bármilyen mozgóképalkotással nevezhettek. És mondom, ez egyszerűen olyan színorgia volt, érzésorgia, olyan gondolati kánoán. De foglalkoztatja, én azt gondolom, egyrészt, tehát hogyha mégis valamiféle általánosságoknak kerülünk, tehát az élet, ez teljesen normális, és egészen onnantól kezdve, hogy volt egy 10 éves kisfiú, aki ő saját maga készített, ő volt egyébként a legfiatalabb induló, saját maga készített filmen, az volt a filmet címe, hogy dugó van. És ugye ez majdnem, hogy egy home videó jellegű dolog volt, a kisrác leállította a kamerát, és hát én egyszerűen azt a pimasságot, azt a játékosságot, azt a gyermeki csínytevést, amit ő ott végigművelt, elővett egy zacskó dugót, ennyi volt egyébként a történet, és a dugókkal kapcsolatban beszélt, és mindenféle játékos dolgot létrehozott, egészen komoly dokumentumfilmekig. Kós Károlyról volt az Életút című dokumentumfilm, ami már egy olyan minőség is volt, tehát megvalósításában is, amelyik én azt gondolom, hogy bármely tévécsatornán a világon megállná a helyét, akár egy, nem is tudom mik ezek a dokumentumfilm csatornák, amik léteznek, tehát bárhol le tudnák vetíteni. Milyen szempontok szerint döntöttek mégis a helyezettek mellett? Hát ez volt a legkeményebb, a szempont. Ugye hát a zsűri is, négyen voltunk zsűri, a zsűriben, és mi is ugye önálló szubjektív emberek vagyok, különböző módokon látjuk a világot, különböző elképzeléseink vannak a filmről, művészetről, és természetesen én önmagában nem vagyok filmes szakember, tehát abban a szónak abban az értelmében, hogy én nem vagyok filmkészítő. Én nagyon nagy mennyiségű filmben játszottam, külföldi és magyar filmben, tehát én a filmkészítést erről az oldalról ismerem, színészként, és tulajdonképpen, hogy ezeket az elképzeléseket, hogy valóban, hogy néz ki egy jó film, valóban mi a jó film, valóban mi az, amit érdemes lenne, hogy tovább gondoljanak az alkotók, és megpróbáltuk azokat a szempontokat. Én önmagában azt mondtam, hogy az első és legfontosabb mindig az, hogy elindul egy film, ott ül a néző, én mint néző, akár zsűri elnök vagyok, akár nem, nézőként odaülök, és azt mondom, hogy na, ez oda tudtam figyelni, ez jó volt, ez tetszett. És akkor én még nem néztem azt, hogy milyen volt a vágás, milyen volt pontosan a színészi alakítás benne, milyen voltak a beállítások, tehát azokat a részleteket nem. Tetszett. Utána egymás mellé rakom azokat a filmeket, alkotásokat, ami,
amik nekem tetszenek, azt mondom, hogy igen, ez, tehát hogy leköti a figyelmemet, érdeklődéssel tölt el. És akkor azután, hogy tulajdonképpen tehát a gondolat, hogy mi a gondolatisága. És én azt mondtam a zsűri többi tagjának, hogy gondolkozzunk el azon, hogy valóban én azt gondolom, hogy ezt kéne, hogy elsődleges legyen minden esetben, hogy hozzátesz a világhoz, vagy elvesz a világból. Tehát amikor én fölállok, vagy a néző föláll a filmvetítés után, vagy a televízióban megnézte, akkor rosszabbul érzi magát, vagy jobban érzi magát. Tehát ez a két alapkategória. Ez a gondolat, az érzem, tehát hogy milyen érzelmeket hoz elő. És akkor ezek után jöhetnek azok a technikai részletek, ami természetesen már az első szűrőben is benne voltak, hiszen valószínűleg, hogy jól lehetett összevágva, megfelelő lehetett az operatőri munka, tehát hogy összeállt ez a dolog, de akkor már lehet nézni, hogy például ez egy kicsit jobban van vágva, feszesebbre van vágva, nagyon szebbek azok a megfogalmazott képek. Nézzük akkor a színészi alakítás, hitele. Ez egy kérdés volt, egy színészi alakítás. Hogy mi a színészi alakítás egy dokumentumfilmben? És azt mondtam, hogy igen, ezt színészi alakításnak nevezünk, de akkor beszéljünk arról, hogy a szereplő, a benne lévő szereplő hiteles vagy nem. És a színészi alakítást akkor így tudjuk átformálni, hogy hiteles vagy nem. Tehát most mi itt ülünk a stúdióba, és az emberek néznek bennünket, és néznek téged is. Ugye te nem színészként, vagy ön nem színészként van itt, de mégis hitelesség szeméből és az egész lényéből hitelesség sugárzik, hogyha máshova figyel és nagyon nem érdekelni az, hogy vagy mit mondunk, akkor a néző ott a tévé előtt azt mondaná, hogy valamit nem jó, nem érdekel. Ha az István nem nézne így, akkor már kevésbé érdekelni. Tehát a hitelesség. Tehát a benne lévő szereplőknek a hitelessége. És ez legyen egy ember, aki a saját életéről beszél, vagy egy színész, aki eljátszik és megmutat egy életet, egy karakternek a létét. Tehát fontos volt a hitelesség. Igen. És hogy megfeleljen, tehát adjon valamit az embernek az alkotás. Minden esetben megpróbáltam a zsűrit úgy összeállítani, hogy legyen mondjuk egy operatőr, egy rendező, egy színész, egy dramaturg, egy szerkesztő, stb. Nehéz volt ez, és van mindig is, nehéz mindig összehozni, ugye sokan sokszor lemondják utolsó pillanatban, nem érnek rá, de ez tulajdonképpen most is így volt. Tehát szeretném akkor a zsűrit elmondani, megemlíteni, kik voltak a zsűri tagjai. Tehát Rigó Mária, filmvágó, Bicskei Lukács, ugye színész rendező, Dékány Nikolett, ő az előző filmfesztivál győztese. Itt ezt fontosnak tartom kiemelni, hogy a második filmfesztivál óta minden esetben az előző filmfesztivál győztese megkapja a jogot, a lehetőséget arra, hogy részt vegyen a zsűrizésében a következő filmfesztiválnak. És Szijjártó Imre, Eszterházy Károly Főiskola mozgókép, kultúra és média ismeret tanszékének hát végül is létrehozója, megalkotója és tanára és tanszékvezetője is. Tehát itt is ugye sikerült tulajdonképpen elérnem azt, hogy a filmkészítés gyakorlati és elméleti oldaláról többen érkezzenek, jöjjenek a zsűribe. Ezt fontosnak tartom. Emiatt ugye több szemből is értékelve van az alkotás. Igen, ezt fontosnak tartottam. Én azt gondolom és azt látom, ugye előzsűrizésben vettem részt. Tehát a Lukácsék, a zsűri nem látta az egész anyagot, hát remélem jól döntöttem, hogy azok a filmek kerültek be, amelyek megérdemelték, vagy azok az alkotók, akik megérdemelték. De azt gondolom, vagy azt látom, hogy a diák kategóriában, még ha nem is olyan kidolgozottak a filmek, úgy őszintébbek, tehát nem olyan csiszoltak mondjuk technikailag, majd mindjárt rátérek az ifjúságira, de valamit úgy ösztönösebben bírnak megfogni vagy megfogalmazni, még ha még nem tudnak olyan jól hát mozgóképileg fogalmazni, tehát értem azt komponálni, vágni, technikát kezelni. Az ifjúsági kategóriában viszont én azt vettem észre,
hogy egy picit ilyen modorossá váltak a filmek részben, tehát hogy így elkezdték kipróbálni, tesztelni a technikájukat, a technikai ismereteiket. Tehát, és ez egy picit én úgy éreztem, hogy nem is, hogy ráment a mondani valójára a filmeknek, de hát kicsit így a technika fele tolódott. Tehát bemutatták, maguknak bizonyították azt, hogy ők mennyire értik, mennyire jól tudnak kamerázni, mennyire jól ismerik a programokat, az animációs programot, stb. Ugyanakkor még a mondani valójuk valahogy nem volt olyan összefogott, de nyilván ez szerintem így lehetett, vagy volt, mivel nincs még akkora élettapasztalatuk esetleg, nem tanultak még annyit. Én ehhez hozzáfűznék egy gondolatot, és gyakorlatilag a saját, tehát visszaemlékszem a saját színészi létemre. Ez valami az lehet, és Istvánnak is célzom ezt a választ, hogy én amikor elkezdtem színházzal, színészettel, színjátszással foglalkozni, akkor nem tettem mást, mint oda mentem és csináltam azt, ami abban a pillanatban eszembe jutott. Nem volt, tehát nem tudtam a színjátszásnak, nem ismertem a mesterség részét. És csak mit tudom, ha kellett, akkor üvöltöttem, ha kellett, suttogtam, de hogy nem, tehát semmit nem tudtam. És amikor elkezdi az ember, akár színészként, vagy fiatal filmesként, elkezdi tudatossá tenni, hogy is kéne fogalmazni, hogy is kéne megcsinálni, tehát mikor a mesterséget kezdi tanulni, akkor egyrészt elkezd elbizonytalanodni, mint ahogy én magam is, hogy akkor most hol vagyok, mint vagyok. Tehát amikor tudatossá teszi. És az ifjúsági kategória az, ami pont abban a stádiumban van, hogy már ugye elkezdte tanulni akár valamelyik mozgóképoktató intézményben, vagy pedig saját maga már elkezdte tudatossá tenni, de még nem tudja azt sem úgy, mint... Még nem tudja úgy használni, mint ahogy az autóvezetésnél, ugye, amikor tanulom azt, hogy most egyes berakom gázpedált, mit nyomok, mit fogok, de már tudja, és arra figyel, hogy ezeket megtegye, hogy ez jó. És akkor el fog telni bizonyos idő, bizonyos mennyiségű filmet el fognak készíteni, le fognak gyártani ezek a fiatalok, és utána már nem erre fognak figyelni, tehát ez jogos ez a meglátás, de én ezt nem hibaként rónám föl, hanem egyszerűen pont ennek a kategóriának, az ifjúsági kategóriának a sajátosságaként. Viszont ezekben is, tehát az kihagyhatatlan, hogy ezekben is ott vannak azok a fiatal lelkek, azok az apró kis zsenik mindegyikbe. De ez olyan, tehát egy kicsit olyan bután is hangozhat ez a dolog, de hogyha nyitott szemmel, nyitott lélekkel, szívvel odaül az ember, akkor meglátja ezeket. Tehát bármennyire is a technikán dolgozik a srác, látom azt, hogy mi a szándék mögötte, és hogy milyen tüzek tudnak lobogni egy-egy ilyen leforgatott kisfilm mögött. És szerintem, ha valami csoda van ebben az egész dologban, akkor ez. Ez alatt, a 7 év alatt hogy változtak a jelentkezők is, azok a filmek, amiket beadtak a pályázatra? Most amit most jeleztem is itt az előbb, nagyon érezhető a technika felé eltolódás, tehát a különféle vágóprogramok egyre jobb minősége, meg azoknak ismerete, egyre jobb fajta objektívek, kamerák használata, egyre jobb minőségű felvételek, hát végül is megvágása, tehát hogy HD eddig nem volt. Tehát ez így nagyon, most én tényleg azért talán éreztem ilyen tendenciának, eddig erre nem volt ennyire precedens. De volt egy olyan időszak, amikor például a benevezett filmek kétharmada, de majdnem a fele animációs film volt. Én nem tudom miért például volt ilyen. Ez 2 éve volt például. Lehet, hogy kellene, vagy lehetne valami fajta áttekintését megtennem, összefoglalását nekem is, vagy munkatársaimnak, hogy ebből lehetne valami érdekes tanulmányt kihozni. Bár mondom, hogy körülbelül 3 éve országosnak tekinthető, 4 éve ez a fesztivál, úgyhogy talán ez áttekintőbb lenne ez a dolog. Lehet, hogy készítünk is valamilyen
elemzést erről, hogy hogyan változtak, mivel foglalkoznak, mi foglalkoztatja őket, tehát az életből mely szegmenseket ragadják ki, mert mindenféleképpen arról csinálnak filmet, ami érdekli őket, vagy ami feladat az iskolában. És azt én is nagyon jól tudom, vagy látom, tehát hogyha én bármilyen feladatot adok, tehát hogy készíts videoklippet, vagy reklámot, vagy valami ilyesmit, akkor nyilván arról fog készíteni, ami őt érdekli, ami tetszik, vagy ami nem tetszik. Tehát ami tulajdonképpen érdekli őt, vagy ami foglalkoztatja. Mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Milyen továbbjutási lehetőségeik vannak? Némelyikkel még tartjuk a kapcsolatot különben, és ugye némelyik visszatér a fesztiválokra, szoktunk beszélgetni velük. Elég sokan, inkább egyébként a díjazottak, elismertek közül, talán ez is számított nekik, maradtak, hát még nem pályának minősül talán ez náluk, de továbbiakban is foglalkoznak filmkészítéssel, mozgóképkészítéssel. Tehát azt gondolom, ez nagyon fontos elismerése vagy elismertetése, tehát ez a hát ilyen pozitív elismerés számukra nagyon sokszor szerintem ez fontos. És azt gondolom, ilyenkor, hát hogyha olyan pozitív visszajelzést kapnak, az motiválja őket a továbbiakban, hogy igen, igen, valami értékeset csináltam, páran felfigyeltek rám, igen, akkor folytatom, akkor csinálom. Volt, úgy látom, arra is példa, hogy valaki, hát nem elismertük, de mondjuk nem nyert, és akkor tudom róla, hogy elkeseredett, nem maradt benne energia, és nem folytatta. Ezt a diákjaimon is látom egyébként néha. Tehát akkor ez egy motiváció a diákok mindenféleképpen, igen, igen. Számára. Itt ugye, mivel kamaszkorról beszélünk, főleg ugye a diák kategóriában, itt a, hát még a sértettség kérdése is nagyon szerintem erősen fennáll. Tehát némely visszaszólásból, visszajelzésből azt is érzem, érzékelem, hogy hát bár úgymond a nagyoknál is ez fennáll, érzem ezt a sértettséget, tehát ugye, na jó van, hát akkor én nem csinálok többet filmet, hogyha nem ismerték el. Hát igen, ez érdekes, bocsánat, csak akkor egy mondatban még reagálnék erre, és hogy igen, igen, ez a fesztivál, ez tulajdonképpen egy lehetőség, egy megmutatkozás, tehát hogy egyrészt a fiókokból előkerüljenek azok a filmek, amiket esetleg megcsináltok otthon ezek a fiatalok, és egyfajta motiváció. De nagyon érdekes, hogy én azt gondolom, hogy bár tényleg fontos, hogy segítsük őket, és megteremtsük a lehetőséget, hogy megmutatkozzanak egymás előtt, és a világ előtt, a közönség előtt, de az igazi tehetséget azt nem lehet leradírozni a pályáról. Tehát aki meg fog sértődni azért, mert nem... Itt zárójelben megjegyzem, hogy én amikor elkezdtük értékelni a produkciókat, akkor mondtam, hogy egyrésztből nagyon igazságos döntést hoztunk, másrésztből nagyon igazságtalan döntést. Igazságos döntést hoztunk azok számára, akik nyertek, és tökéletesen igazságtalan döntést hoztunk azok számára, akik nem nyertek. De hogy... Aki nem, azért nem folytatja a filmezést, mert nem nyert, akkor az egyébként sem, tehát nagy valószínűség szerint egyébként sem folytatná. Tehát ez erre rá lehet fogni, tehát ez a fesztivál, inkább azt mondom, hogy mégiscsak egy ösztönző és egy olyan felület, ami szűrőként fog szerepelni, mert hogyha most beadta a filmjét, és jövőre azért se jelentkezek, azért se csinálok filmet, akkor ez már a szűrőnek a része. Egy visszajelzés is saját maguknak. Pontosan. Hol tartnak. Pontosan, így van. A következő 8. Big Fesztiválra mikor lehet jelentkezni, valamint mikor érdemes elkezdeni a pályaműveket? Most már. Mert most elkezdtük szervezni, tehát ez egy éves szervezés, és működés nekünk, szervezőknek, hogy meglegyen a fesztivál. Vannak segítői, munkatársai, egyébként gyakorlatilag mindannyian önkéntes munkában dolgozunk ezen. Hát remélem szponzorokat sikerül szereznünk, kerítenünk, és ezáltal nagyobb díjakban tudjuk majd részesíteni a díjazott, vagy az elismert alkotókat. Ezt én egyébként nagyon fontosnak tartanám. Nagyon örülök, hogy idén végre az Uránia Nemzeti Filmszínházba kerültünk. Az első alkalommal volt, úgy tűnik jövőre is ott lesz megrendezve a fesztivál. Nagyjából ugyanebben az időben, tehát március közepén, végén rendeznénk meg újra ezt a filmfesztivált. Sok sikert kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük. Köszönjük, minden jót. Viszontlátás. Viszontlátás. Kultúrpont című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva, szerda este 8 órakor jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!